február 14-én tartották meg Brüsszelben az Ukrajna Honvédelmi Kontaktcsoport, másnéven a Ramsteini csoport 9. ülését. Az ülések célja egyedül az, hogy Ukrajna katonai támogatását koordinálják az orosz agresszióval szemben. And nations of goodwill have rallied together to reject Putin's vision of world chaos. Of a world of chaos where tyrants can trample borders and conquer their peaceful neighbors and break the rules of war. A gyűlés a közelmúlt egyik legfontosabb világpolitikai eseménye volt, azonban a magyar közvélemény nem is értesülhetett arról, hogy ezen, ahogy a korábbi hasonló találkozókon is, a magyar állam képviselői is részt vesznek. Annak ellenére, hogy a kormány nyilvánosan azt hirdeti, hogy mindenféle Ukrajnába történő fegyverszállítást elutasít, mert úgymond azok csak meghosszabbítják a háborút. Úgy döntöttünk, hogy nem engedélyezzük halált okozó fegyverek átszállítását Magyarország területén, tekintettel arra, hogy ezek a szállítmányok könnyen válhatnak célpontjává katonai támadásoknak. A kormánypárti média megmondó emberei pedig ennél is tovább mennek. Én nem találkoztam olyan emberrel ebben az országban, aki, ha vesz egy mély lélegzetet, akkor nem mert nem mondja azt ki, hogy igen, ő az oroszoknak drukkol. Igen, én is az oroszoknak drukkolok, de nem azért, mert orosz párti vagyok. Eközben azonban a Ramsteini csoport ülésein rendszeresen részt vesznek a magyar kormány és a honvédség képviselői is. A kontaktcsoport legutóbbi ülésének idején például Brüsszelben járt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter is. A honvédelmi miniszter később közzé is tett egy videót a brüsszeli látogatásról, ebben viszont egyáltalán nem említi a kontaktcsoport ülését. A veszélyek korában megváltozott romló biztonsági körülmények között a NATO is alkalmazkodik a kialakult új helyzethez. Terveket készít. Ezekben a tervekben Magyarország megkerülhetetlen. Kétnapos brüsszeli NATO értekezleten azon dolgoztunk, hogy ennek a tervnek a részletei a nyári vilniuszi állam és kormányfőket tömörítő NATO csúcsra elkészüljön. A külföldi média felvételein látszik, hogy az Ukrajna felfegyverzését koordináló csoport ülésén magyar delegáció is részt vett. Ugyanígy tudható, hogy a korábbi hasonló találkozókon is jelen voltak magyar kormányzati képviselők. Csak hogy erről a hivatalos csatornák nem számolnak be, de se a kormánypárti sajtó, sem pedig a kormánykritikus sajtó nem ad róla hírt. A helyszínen, és később is próbáltuk elérni a honvédelmi minisztert, hogy megkérdezzük, miért vesz részt rendszeresen Magyarország ezeken a gyűléseken, miközben a kormány hirdeti, hogy értelmetlennek és helytelennek tartja Ukrajna katonai támogatását. Egyelőre azonban nem kaptunk tőle választ.